bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat. Ne adj kezet a gyilkosnak című epizódját. Jó napot! Jó napot, Schumann vagyok, szobát rendeltem is. Ezt töltse ki, kérem. És mennyi ideig marad Schumann úr? 2 hétig egész biztos, de lehet, hogy még tovább. Esetleg valami üzenet? Egy pillanat, kérem. Táviratok és telefaxok Szingapúrból és Hongkongból. Köszönöm. Kérem. Telefonközpont, jó napot! Egy pillanat, kérem, kapcsolom. Schumann, jó napot. 21.05. Nem kaphatnék egy titkárnőt? 1 óra múlva? Na jó, de ne később, kérem. És még valami, szeretnék kocsit bérelni. A legkényelmesebbet, ami van. Nem, még ma kéne. Jó, köszönöm. A kulcsot és egyebet küldje a szobámba. Itt a 21.05-ös beszél. Szeretnék egy rendelést leadni. Elégedett volt, uram? Igen, köszönöm. Egy pillanat. Kérnék szépen még egy kávét. Igen is, köszönöm. Azonnal. Schumann lakás. Matildéval beszélek? Igen. Ki beszél? Gerhard? Igen, én vagyok. De hát hol vagy? Honnan telefonálsz? Münchenből. Egy szállodából beszélek. München? De hát miért egy szállodából? Miért nem jössz haza? Sok dolgom van. Egy pillanat, Matilde. Jöjjön csak be! Elnézést, Matilde, de épp megjött a titkárnőm. Foglaljon helyet, kérem. Senki más nincs otthon? Nincs. Apád most a népfőiskolán tanít. Egy szemináriumot vezet. De Max itthon van. Lement a pincébe. Tartsd a vonalat, mindjárt ide hívom, várj! Max! A bátyád van a telefonnál. Micsoda? Hogy Gerhard? Igen. Halló, Gerhard? Én vagyok, Max. Tényleg Münchenben vagy? Épp most jöttem meg Hongkongból. Hogy tudtál ennyi ideig hallgatni? Mert folyton úton voltam. Hongkong, Szingapúr, Szingapúr, Hongkong, Shanghai. Ne viccelj! Shanghai? Shanghai. Mikor láthatunk? Mikor jössz ide? Majd hazamegyek. Csak nem tudom mikor. Tudod, sok dolgom van, most is vár rám a titkárnőm, de majd jelentkezem. Mit szólsz hozzá, Gerhard Münchenben van? Papa még dolgozik? Hány óra van? 1. Akkor befejezem. Akkor elé megyek az S-Bahnhoz. Még eléred. Kaspers úr, Gerhard Münchenben van. Most jött Hongkongból, vagy Szingapúrból. Sokáig nem jelentkezett. Azt mondja, rengeteg dolga volt. Átszáguldozta Ázsiát. Igen. Mit akadás? Ázsia most nagyon feljövőben van. Erna! Max éppen most mondja, hogy jelentkezett Gerhard. Münchenben van? Igen, egy hotelben. Papa! Max! Baj van? Gerhard telefonált, itt van Münchenben. Gerhard? Komolyan? Igen. Hát ez meglepetés, fiam. Gyere, kocsival vagyok. És mit mesél? Hogy van?
Elmondta, miért nem jelentkezett ilyen sokáig? Nem, csak hogy milyen sok dolga van. Most is épp a titkárnőjével dolgozik. Tudod, hogy mi az érzésem? Hogy örülhetünk, hogy egyáltalán mégis felhívott bennünket. És mikor láthatjuk? Jön, mihely tud, azt mondta, de még telefonál. A legfontosabb végül is, hogy nincs semmi baja. Meg tudsz állni ott elő? Mintha látnék ott valakit. Halló, Oszkár! Hogy? Dél van, és már hazajött a kocsmából? Mi köze van hozzá? Semmi, csak úgy feltűnt. De igaza van. Végül is semmi különös nincs benne. Csak mondani akartam valamit. Gerhard jelentkezett. Most jött haza Hongkongból. Hongkongból? Nagyon jól emlékszem, mit mondott egyszer nekem. Az nem jön vissza többet, mert itthon azonnal elkapnák. Most megmondhatná neki a szemébe, ha lesz egyszer egy józan pillanata. Haragudj, Max, de meg kellett neki mondanom. Milyen jó barátok voltak. Az iskolában egy padban ültek. De látod, hogy mi lett belőle. Egy elbocsátott szerkesztő, aki ráadásul alkoholista. És ez mondta, hogy ha Gerhardot meglátják, azonnal elfogják? Az irigység beszél belőle. De hogy jut az eszébe? Hát valamikor hallott valamit valahol. Kopogtál? Telefonálnom kell. Ezt letiltották? És kit akarsz felhívni? Hongkongot. Hongkongot? Tudod te, mibe kerül az? Igen. Igen, tudom, mibe kerül. De röviden, légy szíves. Kinek telefonálsz? Egy volt kollégának. Sajtóirodája van Hongkongban. Hány perc volt? Tudom, mibe kerül. Mit
nevetsz? Végre megtudtam, kicsoda. A barátom Gerhard Schumann, aki épp most jött meg Hongkongból. Tagja a Triásznak. Minek? Az micsoda? Egy titkos szövetség. Egyfajta kínai maffia. Van valami piád? Persze. Max azt kérdi, nem akarunk-e átmenni, Gerhard hazajött. Mindjárt azt kérdezte, hogy hogy vagytok, de inkább beszéljetek vele. Hát persze, köszönjük, szívesen. Erna? Jó, és most azonnal? Felvegyek valami más? Így gyertek, ahogy vagytok. Jössz te is? Hát, én csak üdvözölni tudom, ma este van az előadás. Jól nézel ki. Hát, jól eltűntél, fiam. Hosszú évekig nem hallottam de nem rólad. Felejtettem el senkit, úgy bizony. Se apát, se Maxot, se Matildét, a házunk jó tündérét. Na, elejtem a tártát. És persze titeket? Nem változtatok. Csak Gitta, őt viszont kétszer meg kell néznem. A kislányból kész hölgy lett mostanra, és milyen? Szabad? És mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Semmi különös. Óvónő lett. És milyen jó? Még az újság is megírt. Jaj, Max, ugyan már. Tényleg megjelent róla egy nagy cikk. Most már legyen vége, nem én vagyok a központ. Azon kívül sajnos mindjárt el kell mennem. Gitta előadást tartnak. Akadémikusoknak. Megint elutazol? Nem, egy darabig még mindsemben maradok. Akkor még találkozunk. Minden esetre jó, hogy újra látunk. Ciao. 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 Sok sikert! Micsoda szépség lett belőle. Igen, szerintünk is. És kiskora óta te vagy a gyöngéje. Ezt örömmel hallom. Hongkong. Hongkong, amelyről mi jut eszünkbe pénz és gazdagság. Nem akarok indiszkrét lenni, de ez a kérdés itt mindenkit érdekel. Egy gazdag ember az, aki most itt előttünk áll. Parancsolj. Ha nem akarsz, ne válaszolj. Mindenki gazdag akar lenni. Gazdag és sikeres. Nekünk nem sikerült. Legalábbis nekem. Te hogy állsz ezzel? Hát, egy népfőiskolai tanár ma nem igen csinál nagy karriert. És Max? Eladó egy boltban. Sőt, most már az se. Elbocsátották, nem igaz? Ezért kérdezem. Te neked sikerült? Megnyugtathatlak. Sikerült. Nagyon jól sikerült. Akkor nincs semmi félnivalód. Rád már biztos jövő vár. Azt is mondhatnánk, hogy te páholyból nézheted az életet. Hm? Hát mondhatnánk. Sőt, a főpáholyból. Egészségünkre. Ki lehet az? Légy szíves, nézd meg, Matilde. Jó estét, Matilde. Jó estét. Láttam a ház előtt a kocsit. Az elveszett fiú, igaz? És az aranyborjút is elhozta? Most vágják azért a társaság? Talán felhívott Gerhard, és ő mondta, hogy gyere? Nem hívott. Menj be és hívd ki. Mondd meg neki, egy régi barátja van itt. Na jó. Várd meg itt. Demler kéri, hogy menj ki. Oscar Demler? Max, meg én találkoztunk vele, és mondtuk, hogy megjöttél. A szerkesztőségből kirúgták. Züllött alak lett. Alkoholista. Nyilván itt is egy jót akar piálni. Egy pillanat türelmet. Oscar! Ha. Hogy vagy? Meg vagyok. Hallom, elvesztetted az állásod. Félreértés áldozata vagyok. De néha azt hiszem, én is félreértés vagyok. Na, gyere be! Ne játsz velem, Gerhard. Hova gondolsz? Gyere!
Hoztam egy vendéget. Nem kell bemutatnom nektek. Az én régi jó barátom, Oscar Demmler. Matilde, egy poharat, hadd kocincsak vele. Na, mire kocincsunk, Oscar? Gyere, te mondd meg, hol a poharad. Nézzük, mi ez itt. Pezsgő, vagy bor? Biztos erősebbhez szoktál, nem igaz? Whisky? Konyak? Mondd csak meg, mit szeretsz. Ha nincs itthon, Max hoz nekünk. Na, szia! Oscar, mi a baj? Telefonáltam Hongkongba. Hogy tudják, ki is vagy te. Tudják, nagyon is jól tudják. Csak hogy hazajöttél Münchenbe, azt nem tudta senki. Izgatottak lettek. Megengedett, hogy telefonáljak? Mi történik itt? Kit akarsz felhívni? Most nem telefonálni kell, hanem kocintani velem. De mit jelent ez, Gerhard? Kit akart felhívni? Nem tudom. Oscar! Oscar, gyere, szállj be! Oscar, beszéljünk meg mindent nyugodtan. Szállj be, gyere. Van egy kis pénzed? Persze, hogy van. Van hát. Adok, amennyit csak akarsz. Mit akarsz? Dollár, márka, mit adja? Apró pénzt, németet. Minek kell neked apró pénz? Mindig is szerettem a tréfát. Te adsz pénzt telefonálásra. Köszönöm. Kit akarsz felhívni? A szerkesztőséget. Hogy eladjak egy-két információt. Milyen információt? Hogy ki vagy? Hogy itthon vagy? Milyen üzleteid vannak? Add el nekem az információkat. Gyere, szállj be! Szállj be! Nyilván nem hiszed, de én szeretlek. Egész életemben csodáltalak és irigyeltelek. De te fütyültél rám, Gerhard. Nyisd ki a kesztyűtartót. Na, nyisd! Vedd ki, amennyi kell. Elég az apró pénz. Oscar, add a kezed. Ki tudja, látjuk-e még egymást. Végre, hogy megjöttél. Már kezdtünk aggódni. Utolérted, még sikerült? Igen.
Sikerült. Nem nagyon értettük ezt az egészet. Mit akart ez tőled? Miért akart telefonálni, és kinek? A szerkesztőségnek. Hogy egy-két információt eladjon. Információt? Igen. Valahogy megtudta, hogy miért vagyok Münchenben. Pusztán üzleti okokból ázsiai pénzemberek akarnak beruházni itt, mégpedig hatalmas tételben. Az ilyen tranzakcióknak titokban kell maradniuk. Ha idő előtt kitudódnak, az katasztrófához vezethet. Például egy árfolyamrobbanás milliárdos veszteségeket jelenthet. Na és ezt megmondtad neki? Próbáltam. Azt mondtam, adja el azt az információt nekem. Mondja meg az árat és megkapja. Ebben nyilván bele is egyezett. Nem. Nem ment bele. Hát őrült ez. Mindent megpróbáltam. De ő maradt annál, hogy nem. Míg egyszer csak rá nem jöttem, hogy veszélybe került minden. Számotokra is. Mert titeket is be akartalak vonni az üzletbe. Téged, Rudolf, mint családunk régi barátját. Téged, apa. És téged is, Max. Szerettem volna, ha részt vesztek majd egy vállalkozásban, ahol a pénz nem játszik szerepet. Mármint a kezdeti szakaszban. És később, ha jön majd a nyereség, még úgyse. Életetek végéig boldogok lennétek. Megismétlem. Őrült ez az ember. Nem, halott. Oh. Halott. Elütöttem. Gerhard. Egyszerű baleset. Jó megoldás, szerintem. Mindannyiunknak. Valószínűleg meg fogják tudni, hogy itt volt, meglátogatott. És aztán rajtatok múlik, mindannyiotokon, hogy mit mondtok. Hogy itt volt, néhány percig csak, tök részegen, össze-vissza beszélt, aztán elment. És senki sem követte. Senki se. Ha egyáltalán kérdezi valaki, ami nem valószínű, de nincs is egészen kizárva. Mégis ki kérdezni? A rendőrség, Erna. És most mondjátok meg nekem, ezt fogjátok-e mondani? Itt volt, néhány percig csak, részegen, össze-vissza beszélt, ment és senki nem követte, illetve pontosan se én, se más nem követte. Ha nemet mondtok, felülök az első gépre, és az üzletnek vége. Most pedig gondoljátok meg az egészet, és aszerint döntsetek. Megvan még a hobbi pince? Ott várok lent. Rendőrség. Lehet, hogy megkérdeznek? Nem, ha azt hiszik, hogy nem történt más, mint véletlen baleset, akkor nem. Akkor rendben van minden. Te mit mondasz? De hát pénzt ajánlott neki. Miért nem fogadta el? Abból hónapokon át ihatott volna, nem? Igen. Ezt számítsuk hozzá. Alkohol. Hiszen egy részeget gázoltak el. Egy részeget. Mert az autó elé lépett. Matilde? Gerhard elmondta, hogy kényszerhelyzetben volt, hát nem? Én szerintem Demmler úgyse húzta volna már soká, amilyen vacakul nézett ki. Én mindig csodálkoztam, ha megláttam az utcán, hogy él még egyáltalán.
Arról se feledkezzünk meg, hogy itt jelentős vállalkozásról van szó. Sok pénzről. Nekünk se lenne mindegy. Erna, valamit mondanunk kell neki. Különben felül az első gépre és elmegy. Figyeltek? Most csak arról van szó, hogy tudjuk, mit fogunk mondani, ha megkérdezik tőlünk. Ide jött hozzánk részegen, aztán elment. És persze senki sem követte. Van, aki nem ezt mondja? Nem, nem. Persze, hogy nem. Akkor? Ki menje le hozzá? Menj te. Látom az arcodon. Köszönöm. Akkor vissza kell mennem a hotelbe. Vár a munka. Mit akarsz? Matilde. Igen? Gyilkosság volt. Igen, az volt. És megvásároltak bennünket. Közlekedési baleset, a dolog úgy fest. De lehet, hogy nem az volt. Láttam már elég balesetet. De van itt valami különös. Mi az a különös? A férfi feküdt, amikor áthajtottak rajta, látom a sebeken. De ez még nem minden. Az orvos szakértő is megvizsgálta a tetemet. A vérben jelentős mennyiségű alkohol és kábítószer maradvány volt. Szerintem előbb elkábították, aztán áthajtottak rajta. Ez biztos. Ezért vagyok itt. Ki az áldozat? A neve Oscar Demmler, egy szerkesztő, illetve az volt. Elbocsájtották alkohol problémák miatt. Vannak rokonai? Nem tudunk róluk, egyedül élt. Átkutatták a lakást? Hát, az is egy jó eset. Az áldozatnál nem volt kulcs. A szomszédnőnél volt egy. A lakásban nem volt semmi, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez akkor sem baleset. Egy kérdés, Derek úr. Hány gyilkosság van a világon naponta? Van erre adata? Számolja valaki? Verni kell, nem hiszem, hogy valaki számolja. 3000? 10000? Én örülök, ha egy gyilkosságról kiderül, hogy mégsem az. És lehet, hogy ez sem az. Terítse ki, kérem. Addig nem alszom jól, tudja? Nagyon kedves. A nyitott kérdéseket továbbadja nekem, és azt hiszi, rosszul alszom tőle, de én jól alszom. 20 év gyilkossági csoport, nagyon is jól alszom. Ne is jól ismerte? Hogy jól ismertem-e? Ott laktam mellette, és tudtam, ki volt, mi volt. Kulcsa is volt a lakáshoz? Igen. Egyszer ide adta. Azt mondta, egyszer talán majd orvost kell hívnia, hogy bemehessen. Ugyanis mindig átkopogott hozzám, ha rosszul volt. Félt, hogy egyszer csak meghal. Ami be is jött. Megkaphatnánk a kulcsokat? Hogy ne kaphatnák meg? És többé ne is adják vissza. Köszönöm. Nincs egy kis ideje. Nem tud velünk jönni? Dehogy is nem tudok. Szabad vagyok, ha akarok. Ez az én ajtóm, az pedig az övé. Gyakran feküdt idekint. Azt se tudta, hol van. Nem is érdekelte. Mint ahogy mindegy volt neki minden. Többször megkérdeztem, hogy miért, mire azt felelte, mert semmi nem ér semmit. Ó, ez a levegő itt. Ez sem érdekelte soha. Pedig a levegő mindennél fontosabb. Tényleg, mit keresnek? Ő halott, és nem volt semmije sem. A 3 nappal ezelőtti estéről van szó. Itthon volt akkor, hölgyem? 3 nappal ezelőtt? Észrevette egyáltalán, hogy aznap nem jött haza?
Jól van, elismerem. Néha lefeküdtem azzal a férfival. Itt nála, vagy én nálam, de nem követtem minden pillanatát. És 3 nappal ezelőtt nem tudom, mit csinált. Se reggel, se délben, se este. Köszönjük. Most hagyja magunkra, a kulcsot megtartjuk. Igen. És örülök, hogy többé nincs semmire gondom. Ezek itt a cikkei, amiket írt. Egész olvasható. Hát igen. És nyilván ezt készítette ki. Azt már tudjuk, hogy nem csak jó szomszédság volt kettőjük között. De azon a napon, amikor meghalt, még csak nem is látta. Persze, hogy szívesen beszélgetek önnel. Ha nem hív, én keresem. Most hol van? Jó, akkor találkozunk 1/2 óra múlva lent a kiadónál. Van ott egy kávézó. Szóval úgy értem, éretlen. Jó napot. Vesz, jó napot. Derek vagyok, Öklein. Kérem, foglalja a helyet. Ne. Oscar Demmler kollégám volt. Épp most írtam nekrológot róla. A bűnügyi csoporttól? Igen, a kollégája halálát vizsgáljuk. Na és mit gondolnak? Lehet, hogy nem is egyszerű közlekedési balesetről van szó. Ahogy mondtam, én már majdnem magam akartam felhívni önöket. De ha szabad kérdeznem, miért kerestek fel engem? Egész egyszerű okból. Mi nem ismertük Oscar Demmlert, nem tudjuk, ki volt, mi volt, és szükségünk van segítségre, ugye? Mesélj el nekünk, ki volt Oscar Demmler? Nagyon érzékeny ember volt. Egy hír neki nem egy hír volt csupán, hanem sokkal több, egy élmény. Ő átélte a nagy világ híreit, ami persze nagy hiba volt részéről. A hírt úgy kell felfogni, mint árut, semmi több. Ő átélte őket, és ők szétrombolták. Hogy hová menekült? Az alkohol. Így vesztettünk el egy kollégát, akit értékeltünk és szerettünk. Én szerettem. Én most is szeretem. És most, ha megengedik, elmesélném, miért akartam én felhívni önöket. Szóval 3 napja este telefonált és azt mondta: Albert, azt hiszem, volna egy hírem számodra. Egy olyan embert érint, akit nagyon jól ismerek. Iskolatársak voltunk. Épp most jött meg Hongkongból, és látogatóban van otthon. Azt mondta, ez az ember hírértékű lehet. Mire én? Miféle hír? Politika, kultúra, gazdaság? Mire ő? Ugyan már? Ez ma mind egybe tartozik, nem? Én ma este oda megyek hozzá. Lehet, hogy fölhívlak még ma, de az is lehet, hogy nem. Nem hívott fel. Egy autó alá esett. És mondja, Weiss úr, mondta annak a férfinak a nevét, akit meglátogatott? Igen, megnevezte. Úgy éreztem, mintha azt akarná, jegyezzem meg a nevet. Schumann volt. Gerhard Schumann. Schumann úr várja önöket. Köszönjük. Jó napot. Fáradjanak be. Köszönjük. A bűnügyi rendőrségtől jöttek, ha jól értem. Igen. És engem keresnek. Tévedés nem lehet? Nem, tévedés nem lehet. Igazán kíváncsivá tettek. Kérem, foglaljanak helyet. Tölthetek valamit? Köszönjük, nem. Miről is van szó? Az iskolatársa haláláról. Oscar Demmlerről. Közlekedésiek. Igen, hallottam. 3 napja egy autó elé lépett. Ez ugyan eddig még nincs tisztázva. Nincsen? Még nem találták meg a kocsi sofőrjét. Nem, még nem találtuk meg. De keresik? Igen, keressük. Lehet, hogy azért nem jelentkezik, mert sokkos állapotban van. Nem. Már megtudhatta az újságból, hogy nem ő volt a hibás. Demmler be volt rúgva.
Így volt, nem? Részeg volt. Igen, sajnos az volt. Sokáig nem hallottam róla. Most tudtam meg, hogy közben alkoholista lett. Tehetséges srác volt. És ahogy önök is mondták már, az iskolatársam a halála előtt még járt nálam. Itt, a szállóban? Nem, nem itt, a szüleim házában. Hosszú távol lét után voltam ott, hogy üdvözöljem a családot. Meg a szomszédokat, akik jó barátok. És egyszer csak megjelent, váratlanul, teljesen berúgva. Azt mondtam neki, Oszkár, örülök, hogy látlak, de most hagyj magunkra, még olyan állapotban nem jutsz, hogy felfogod, amit mondok. Megértette. Egy-két perc múlva el is ment, nagy megkönnyebbülésünkre, ugye megértik. És aztán nem látta többé? Nem. Csak az újságból tudtam meg, hogy mikor átment az úton, elütötte egy autó. De hadd kérdezzem meg még egyszer. Önök egy közlekedési baleset miatt keresnek? Igen, amiatt. Maga jó megfigyelő és jól következtet. Rendben van. A gyilkossági csoporttól vagyunk. Hogy gyilkossági csoport? Mert nem lehet kizárni, hogy Demlert szándékosan ütötték el. Szándékosan? Ezt az embert, aki már menni se bírt az utcán? Ezt az elcsapott szerkesztőt? Ezt az alkoholistát? Ezt a jelentéktelen alakot? Miért kellett volna elgázolni egy e-fajtát? Jelentéktelen alakot? Önnek is jelentéktelen alak volt? Elfeledkezik róla, hogy évekig nem láttam, és most, hogy viszont láttam, csak fájdalmat okozott. Úgyhogy fékeztem az érdeklődésemet. Fékeztem az érdeklődésemet. Ismétli a szavaimat? Tessék? Ja, hogy a szavait ismétlem, nem szép tőlem elnézést. Most jött meg Hongkongból. Mit csinál ott? Üzletember vagyok. Amúgy szabadúszó. Üzleteket kötök, néha közvetítek. Várjon, odaadom a névjegyem. Bár nem hiszem, hogy igénybe venni a szolgálataimat. Nyilván nagy összegekről van szó. Többnyire. Szinte kísértésbe sem, hogy megmondjam a fizetésem, de félek nem hozná tűzbe. Valószínűleg. Hát igen, mi is a jelentéktelen alakok közé tartozunk, azért megtarthatom a névjegyét. Természetesen. Köszönöm. Ja, igen, gondolom üzleti célból jött haza. Szóval, hogy üzleteket kössön, néha közvetítsen, nem nagyon értek ezekhez. Nem mesélne róluk egy keveset? Nem. Nem, ez jó. Értem. Ja, igen. Az iskolatársát a jövő héten temetik. El fog menni a temetésre? Természetesen, ha idejében megtudom, mikor és hol lesz. Nem lesz nagy temetés, tudja. Még nincs, aki a költségeket viselje. Kéne valaki, aki átvállalná őket. Elnézést, hogy ilyen direkt teszem fel a kérdést. De hát megvan az alapja, magának barátja volt, nem iskolatársa, és... Hát, ha gondot okoz a temetés... Szóval átvállalná őket? Nagyszerű, nem igaz? Köszönöm. Hát akkor viszlát. Ja, igen. Még találkozunk. Igen, Schumann úr bérelt egy autót. Egy másodikat. Az elsőt visszaadta. Miért adta vissza azt az elsőt? Nem volt elégedett vele. Na és mikor adta vissza? Várjon csak, azt hiszem, hogy 3 napja. Igen, 3 napja, igen. Köszönjük. Itt volt a rendőrség. Tudják, hogy Demler nálam járt. Ki mondta meg nekik? Nem tudom, ki mondta meg. De nem ti, gondolom. Nem. Nem. Egy pillanat. Azt mondja, a rendőrség tudja, hogy Demler nálunk járt. Matildének mondtam. Add, légy szíves. Tudod, mi történt, Matilde? Igen. Tudom. Rajtatok a sor. Jól vigyázzatok. Most hívd fel az apámat, aztán Kaspert és Ernát. Emlékeztesd őket, mit mondtam. Hogy meggazdagodhatnak, hogy csak rajtuk múlik, hogy azok lesznek-e vagy nem.
Semmi nem történhet, ha a megállapodáshoz tartják magukat. Röviden, mindenki tegyen úgy, ahogy ígérte. Ezen múlik minden. És még valami. Az életem függ tőle. Most mit tegyünk? Hazudni kell. Tudom, kezdetben nagyon nehezen megy, de... nem ismerek embert, aki hazugság nélkül élne. Max, légy szíves, gyere fel, itt van a rendőrség. Tudod, hogy mit kell mondanod? Tudom. Azt is tudod, mind múlik a dolog. Nem csak azon, amit mondasz, hanem azon is, ahogy. És próbálj megnyugodni, kérlek. Ideges vagy? Igen, nagyon. Apádat is felhívták, már elindult haza. Kasperszék is jönnek, odaszóltak nekik, hogy kéreckedjenek el. Hogy? Mindenkit felhívtak? Mindenkit, aki itt volt. De ne izgulj, Max. Fél órán belül vége lesz mindennek. Ezek az urak a rendőrségtől, ő meg Max Schumann. Jó napot. Jó napot. Jó napot. A pincében voltam, műhelyben, valamit fabrikált, én sem tudom, hogy mit. Na, mondd már meg, mi az? Hát valami elektromos dolog. Ez a szakmája? Nem, nincsen szakmám. Dehogy is nincs neki, csak... éppen most nincs munkahelye, de reméljük, hamarosan el tud helyezkedni. Megjött Schumann úr. Á, az urak már itt is vannak. Jó napot. Jó napot, Schumann úr. Csak be kellett fejezni az órámat. Rendőrség? Mi történt, hogy nekem is haza kellett jönnöm? Demlerről van szó. Demlerről? Igen. Á, aki 3 napja meghalt, nem? Valami baleset, ugye? Igen, róla van szó. Már itt vannak? Igen, már itt vannak. Oda jöttek hozzám a postára. Történt valami? Szóval, hogy miért hívtak ide? Miért hoztátok Gittát is? Neki semmi köze az egészhez. Nekem mennem kell az óvodába, csak kíváncsi voltam, mi történt. Gyertek már, csak rátok várnak. Megyünk. Menj csak, majd elmeséljük. Rendben. Gitta. Nem tudsz kikísérni? Igen, persze, gyere. Tudod, nekem senki nem mondja el, mi van. Csak látom, hogy mindenki ideges, és te is az vagy, Max. Mi van, miért vagytok mind olyan izgatottak? Este eléd megyek, oké? Elmesélek mindent. Most menj, jó? Tehát Oscar Demlerről van szó, aki halála előtt nem sokkal ebben a házban járt. Mert így volt, nem? Igen. Így, és természetesen mind hallottunk erről a tragikus esetről, és meg vagyunk döbbenve. Nos, az időpontról van szó. Mikor jött ide a házba Demler úr? Mikor? Hm? Hát, mikor volt? Úgy 9 lehetett. 9 volt, nem? Körülbelül annyi. Nem néztem meg az órámat. Nagyon fontos, hogy mennyi volt. Igen, nagyon fontos. Azt mondják 9, akkor mennyi ideig volt itt? Talán 5 percet se. Akkor fél órával később halott volt. Na de, honnan tudják? A halál időpontja elég jól meghatározható. 20 és 45 perc között lépnek fel az úgynevezett hullafoltok a nyakon és a fülön. Tehát megállapíthatjuk, hogy itt volt. Fél órával később meg halott volt. De kérem! Miért? Nem tetszik valami? Hát ez az összefüggés. Na de ha fönnáll ez az összefüggés, időbelileg legalább.
Önök mind itt voltak, nem igaz? És a másik fiam Gerhard is. Őt nem értesítette? Miről? Hát, hogy meglátogat minket. Nem, őt nem értesítettük. Szóval, Oscar Demmler idejött, hogy üdvözölje régi iskolatársát, az ön fiát, aki hosszú külföldi tartózkodásról tért vissza Münchenbe. Csak üdvözölni akarta, vagy más oka is volt, hogy idejött? De még nem mondtunk el mindent. Hogy ez az ember részeg volt, és senki sem tudott mit kezdeni vele. Gerhard maga mondta neki, most menj szépen, és akkor gyere, ha józan vagy. És aztán el is ment. Mi még együtt maradtunk, és beszélgettünk erről az emberről, aki csak zavart itt. Tehát mind együtt maradtak, miután ő elment. Még egyszer kérdezem. Mindenki itt maradt? Igen, ezt mondtam az előbb. Szóval Demmler jött, tök részegen, 5 percig itt maradt, aztán ment, és senki sem követte. Nem, senki se. Akkor mindenkit kérdezek még egyszer. Demmler ment, és senki sem követte. A fia sem? Nem. Még egyszer. Senki sem követte Demmlert, még Gerhard Schumann se. De hát mit akar? Megmondtam már, hogy nem. Igen, mint ahogy én is. Mind válaszoltunk már, hisz hallotta. Már csak maga nem válaszolt, uram. Hallottad, hogy mit kérdeznek tőled? Én csak azt mondhatom, amit a többiek is mondtak. Miért lennék én kivétel? Akkor elmesélem, hogy a halt meg Demmler. Halála előtt elkábították, a jobb kezén találtak egy szúrást. Ott juttatták a kábítószert a testébe, mégpedig egy gyűrű segítségével. Ebből a gyűrűből kiáll egy nagy tű, úgynevezett kanül. Az embernek végül is csak jó erősen kezet kell fogni az áldozattal. A bűnügy jól ismeri az ilyen gyűrűket. Ezek századok óta léteznek, már a rómaiak is ismerték, már az egyiptomiak is, és... Igen, ismerték Kínában. A vallomásokat majd jegyzőkönyvbe vesszük. Matilde! Itt van a rendőrség. És? Éppen most tettünk vallomást. Jó napot mindenkinek. Meg vagyok lepve, hogy itt látom. Miért jött? Üdvözölje csak előbb az apját, az öccsét és a szomszédokat. Üdvözölje őket. Szorítson velük kezet. Éppen azt akartam. Jó napot, apa. Mi már köszöntünk. Örülök nektek is. Na és Gitta? Az óvodában van. Hello, Max. Kérem, fáradjanak be majd a kapitányságra. Jegyzőkönyvbe vesszük a vallomásokat, és majd aláírják. Köszönöm. Jó napot. Egyedül a fiú nem nyújtott neki kezet. Van benne kurás. Igen. Miért nem nyújtottál kezet, Max? Ez most nem fontos, Gerhard. Most egyedül az fontos, amit mondtunk. És mi azt mondtuk, amit megbeszéltünk. És a felügyelő el is fogadta. Most már csak alá kell írni a vallomást. Valakinek ez probléma?
Lehet, hogy neked ez probléma? Nem, Gerhard. Nekem se probléma. De miért nem adtál nekem kezet? Nem tudom. Akkor adj kezet most! Ugyan miért tegyem? Amit mondanom kellett, elmondtam. Erről van szó most. Ezért vagy itt, nem de? És most el kell mennem. A városba. Ha érdekel. Pénz nem kell? Nem. Nem. Mi van a gyerekkel? Hogy megölt valakit? De hát ez gyilkosság. A szüleid nem meséltek semmit? Nem. Nem meséltek semmit. Ők mind tudnak róla, és egy szót se szólhatnak. Az én szüleim tudják, és megígérték, hogy nem beszélnek. Én is megígértem. És most miért mondod el? Mert megőrülök, érted? Nem tudom elhinni. Bizonyára tévedsz. Rosszul értettél valamit. Már a rendőrség is ott volt. És azt mondtuk. Nem, mi nem tudunk semmit. És én is ezt mondtam. Be kell mennünk a rendőrségre. Minden tisztázni kell. Nem tudtam, mit tegyek. Gondoltam, megkérdezlek. Valahogy úgy éreztem, hogy te tudod, mi a helyes. Maguk? Igen, eljöttünk még egyszer. Tessék, jöjjön. Köszönjük. Ha jól hallom, már nem dolgozik. Nem. De nem bocsátották el, igaz? Nem, én mentem el. Nyilván hiányolja a szomszédját. Igen. Igen. Nem érzi jól magát itt, ugye? Nem. Pedig nagyon szép itt minden. Igen, de mégsem. Igen, megértem. Nincs már, aki kopogjon a falon. Nincs. Talán hihetetlen, de hiányolom ezt az iszákos alakot. Az ivással valamit leplezett. Na és maga szerint mit? Ezen gondolkodom. Milyen ez a bútor ön szerint? Jó, nagyon szép, nagyon szép. Csak az a furcsa, hogy nem bírok ráülni. Ha ráülök, azonnal forró lesz alattam. Na és honnan van a bútor? Letiltották a telefonját, ezért átjött hozzám. Hongkonggal akart beszélni. Azt hittem megint bevarrókba, de tényleg Hongkonggal beszélt. A számlát nem tudom még. És nem tudja, kinek telefonált? Nem, azt nem tudom, kinek telefonált. Csak azt mondta el, amit megtudott. És tudják, miért mesélem el mindezt? Mert nem tudok ülni ezen a bútoron. Szóval, mit tudott meg Oszkár? Hogy ki a barátja. Hogy tagja valaminek. Valami kínai bűnöző bandának, és hogy annak megbízásából jött Németországba. Tehát, hogy a Triásznak dolgozik, igaz? Igen, ez az a szó, ami nem jutott eszembe. És kivette magának ezt a bútort?
Megmondtam magának, hogy képtelen vagyok ülni ezen a bútoron. A neve Gerhard Schumann, és a Triásznak dolgozik. Mióta várunk egy ilyen emberre? Tudjuk, milyen aktívak itt a kínaiak. Derrick, ne fogják el, kérem. Nekünk nagyon fontos. Nem szabad tudnia semmiről. De ez az ember megölt valakit. Nem tehetem meg, hogy futni hagyom. Szükségünk van rá, nem érti? Már ismeri magát? Igen, ismer már. Most mondok valamit, ami nem fog tetszeni magának. Hazudjon annak a férfinak. Ha kell, kérjen bocsánatot tőle. Egy pillanat, pillanat, nem egészen értem. Takarásban vagyok, nem hallom. Sajnálom. Hallottad ezt a pofát? Igen, nagyon jól hallottam. Letartóztatom. Magyar hangok. Szabó Ottó, Gálvölgyi János, Szakácsi Sándor, Varga T. József, Andrész Kati, Sesták Szabolcs, Kun Vilmos, Bókai Mária, Konrád Antal, Fabó Györgyi, Zakariás Éva, Kis Gábor. Zene Helmut Trunc. Fényképezte Mihály Georg. Magyar szöveg Géci Vera, hangmérnök Levacsics Péter, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkron a Welcome Kft. Megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Theodor Grädler.